Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatos szerda délutánt kívánok, február 21-e van, és egy új játék megjelenést fogunk együtt megtekinteni, ami a Nightingale névre hallgat, és már megint egy survival játék. Erről én nem tehetek, hogy úgy néz ki, hogy a survival túlélő játékok telét éljük, de egyébként izgalmasnak nézett ki a trailer, úgyhogy gondoltam, hogy egy bemutató stream erejéig megéri, hogy reá tekintsünk, mert szép kalapok voltak a trailerben. Úgyhogy én is felvettem a szép kalapomat, és kreálunk egy gyönyörű karaktert, természetesen képmásomra, és ebben a játékban mindenféle dimenziókat fogunk ugrani, miközben építünk, gyűjtögetünk és verekedünk nagyon. Úgyhogy ez fog történni a következő órákban, srácok. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Az internet egyébként nem lett letaglózva a játéktól, de hát majd meglátjuk arra, hogy hülyéskedjünk benne, és egy kicsit kreatívkodjunk, arra mindenféleképpen jó lesz, úgyhogy kíváncsian várom, nem ítélkezzünk előre. Ha más nem, arra kiváló lesz a délután, hogy kicsit elüssük az időt, amíg meg nem jelenik az Elden Ring trailer, az ugye ma 4-kor kerül bemutatásra, már hogy a DLC, úgyhogy azt majd csekkoljátok mindenféleképpen. Én meg majd stream után megnézem, úgyhogy srácok! Vagy majd megnézzük stream közben, tudja? Ezt majd eldöntjük. A lényeg, Nightingale, ez a játék neve. Early Access, tehát korai hozzáférésben jelent meg Steamen, és 30 eurót pengettem ki érte, 26-ot azt hiszem, mert van ilyen szokásos megjelenéses akció. Meglátjuk majd, hogy hogy tetszik nektek is. Természetesen túlélő játék révén lehet benne kópozni ezerrel, úgyhogy ha valakinek tetszik, akkor haverokkal lehet csapatni. Annyi kiegészítés, hogy ez egy mindenféleképpen szerver alapú játék, szóval internet az szükséges hozzá. A VOD nézőknek jó éjszakát, az élőben itt lévőknek megköszönöm a támogatásokat, így már előre. Bosbodboda 26-ot, Kenma, Eszter, Tosi, Sama, Nixi, köszi a giftet, Trafordgeri, Gekko, Lev, neked is köszönöm szépen, Lajura, gratula a 2 évhez, és az új becshez, Lina, köszi a 28-at, és Niki, neked is köszi az 5 hónapos támogatást. Köszönöm a kérdést, különös lány, jobban vagyok, még érzem a fogamat, de már nem fáj, úgyhogy egyébként fogjuk rá, hogy jobban vagyok, meg amúgy is, jó van az úgy. Majd ha nem leszek jó, majd akkor tudni fogtok róla. No, srácok, indítom a játékot. Nem tudom, hogy mennyire van jól optimalizálva, mert valaki azt mondta, hogy jól van optimalizálva, valaki azt mondta, hogy nem, de majd beállítjuk. Úgyhogy, hölgyek és urak, Nightingale, a Steam indul, öveket becsatolni, levetkőzni, azt nézzük. Eddig nagyon jó, ott az Unreal Engine, oda néz. Működik! Na, az Intel szponzoráció, oda néz, megtámogatták. A Pentium 2-es számítógépek, amikkel lefejlesztették, az jó, megtámogatta. A 4090 nem igényli az optimalizációt, Tuskó? Hát, ha mondjuk streamelsz is rajta, és 4K-ban fel is veszel, akkor egyébként annál inkább, de ahogy érzed. Ahogy érzed, vága bahátom. Update-eltem a drivereimet, játék, köszönöm szépen. Nya. Mutasd, mit tudsz, videójáték. New profile. Aha, már itt is vagyunk, oda nézzél. Welcome to Nightingale. Body type, igen. Jó. Most még itt külön leírás meg tutoriál van a karakterkreáláshoz is, az érdekes lesz. Basik. Igen. Arketipus. Hát. Elég különböző megjelenésű fiatal emberek találhatóak itt. Aha. Hát ilyen kromanyoni benyomásaim vannak, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak. Érdekes arcok vannak. Dinamikus arcberendezések, maradjunk annyiba. Ilyen átlagosan kinéző fiatalember nincs. Most volt server update egyébként. Aha. Valami update-et fölraktam. Na jó, hát legyen ilyen szomorú arcú. Age. Ja, hogy itt lehet. Hát, ja, oda, egy tapasztalt öreg emberrel leszünk. 1819-ben született, bizony. Voice.
Nagyon jó nyög, ez tetszik nekem, oké. Ancestry. Aha. Tehát itt be lehet állítani a hátteret. Akademikus. Statesperson. Politikussal legyünk. Kereskedő. Magányos ember. Officer. Ez egyébként számít bármit. Én tradesperson akarok lenni. Oda nézz a kereskedő. Az vagyok én, nagyon jó. Háttér. Hogy külön családfát is lehet beállítani? Jó, ő lesz az egyik szülőm, és ő lesz a másik. Ez most ezzel kapcsolatban lehetnének kérdéseitek, de ne tegyük őket fel, légy szíves, jó? Tehát ez most lényegtelen ebből a szempontból. Inheritance. Aha, tehát a csúnyaságnak nagyon különböző fokozatait lehet itt megütni. Így. Kicsit inkább édesanyámra hasonlítok, vagy ő az apukám? Na mindegy. Nagyon jó. Hogy ennek milyen hatása lesz a gameplayre, azt nem tudom, de... Step 2. Customize appearance skin tone. Igen, skin tone. Hát természetesen a bőrszínem az ilyen tejfehér. Így van. Sebesülések. Azt hagyjál békén. Tetkók, az majd a teljes játékba. Haj! Na, egyik szemem sír, a másik meg haj. Hair color. Amúgy tetszik a hair color-öm, ez ilyen teljesen jó. Hairstyle. Na, ezt nézd. Abban a pillanatban oda néz a Mátyás király, mikor átmegy. Tetszik. Igen. Az is jó. Nem amúgy, én adom ezt a... Amúgy kicsit ilyen amerikai honatyának nézek ki, nem? Nézd a kis lokniát hátul. Egyébként a játék first person, szóval nem tudom, hogy miért szenvedünk ezzel ennyit, de később amúgy azt hiszem a teljes játékban lesz külső nézet is. A szemöldök az hibátlan, ahhoz nem nyúlunk hozzá, és egy jó bajusz kell nekem. Na ezen múlik minden. Abban a na ez már bajusz! Ez már egy bajusz. Ez egy ilyen kis fos az orrod alatt. Ez egy bajusz. Jó? Így. Én vagyok az. Meg lehet csodálni. Így. Hát kedvem támadtam úgy verset írni. Jó, ez így amúgy rendben van. Szeme. Ne ilyen szép szemed legyen. Jó, hát ne olyan, mintha animéból gyűjtél volna, de szép. Az úgy szép. Jó. A többi az oké. A szájad úgy se látszik. Nem kell nekem semmi szépségipari termék. Nehézségi szint. Easy, medium, hard. Extrém. Hát, medium. Jó lesz a medium realm. Az is medium legyen. Gondolom ez is, hogy mennyi nyersanyag van a világban, meg ilyesmi. Minden medium. Kész! Elégedettek vagytok? Ahogy azt mondani szokták 16 éven alul, 10 per. Tehát, hogy 10 per. Hallgatom, várom. Várom az ítéleteket. Amúgy tudjátok, mi hiányzik a karakteremről? Egy ilyen okuláré. Az még kellene. Iszperdeák, köszönöm szépen. A kettőről indult, és erős három lett. De a három az a bajusz, ugye? Na, hát ilyen karakterünk sem volt. Még ez szerintem egy határozott előrelépés. Na, kész vagyok. Next. Ott is van karakter ném. A karakterem neve... Lajos. Ő itt Lajos. És meg is kezdi kalandjait Lajos. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. Mhm. The Fae have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Van egy kis vészink probléma. Majd megnézzük. Tolerance was known until your grasp extended reach. Az a sztori amúgy, hogy ilyen portálokat nyitogatnak a viktoriánus angolok, meg franciák, vagy nem tudom kik ezek. Azt itt ugrálnak a világok között. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Hát,
azt a nagy portál nyitogatásba jött a világ vége, gondolom. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. Egyetlen egy. Perhaps not all is lost. Egyetlen egy biztonságos bázis marad. Nightingale városa. Pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Az emberiség utolsó reménye. Persze, oda költöztek a gazdagok, mi? Én meg építhetem a faházat. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and reach it? Az a feladatunk, hogy hazataláljunk Nightingale-be, jó? Survival game-ek legfontosabb aspektusa. Story. De amúgy jó ez a setting, hogy bajszos, elegáns angol legények portálokon át utazgatnak. Jó. Úgy de nagyon megtöltötted a processzoromat. Continue journey unknown realm. Ha valahol vagyunk a semmibe. Jó napot kívánok. Kislag nem lag. Megérkeztem. Na várjatok, mert itt lehet, hogy az update az belenyúlt a dolgokba. Igen. Igen. Aha. Bele hát. Kalitire rakjad. Miért nem lehet bekapcsolni a V-szinket, testrészem? Kaliti DLSS. Hűte, várjál, mert itt ez gondolkozik, ne, performance. Igen. Hadd nézem már meg, hogy használja a számítót. Ha a játék 0%-kal használja a GPU-t, az mindig jó. Az érdekes. Nem tudom, hogy miért nem lehet V-szinket állítani, bocs! Kicsit lagolunk, de az sose baj. Lejjebb vesszük a Field of View-t, hát ha úgy tetszik neki egy kicsit jobban. Na nézzük, mit akarsz tőlem. Mindenképp be kell állítsam a V-szinket, úgyhogy szerintem kilépünk a főmenübe. Be volt kapcsolva a frame gen. De hogy van bekapcsolva a DLSS frame generáció, hogyha 60 Hz-es monitoron játszok? Anyám. Na jó. Egyébként beállítottam a játékot stream előtt, de hát ugye minek. Jó, akkor logout. Az mindig fasz, amikor jön egy update stream előtt, mert egyébként 5 perccel az adás kezdet előtt jött egy frissítés a játékhoz. És akkor az összes beállításodat kikapcsolja. Na még egyszer, settings, video. Igen, nem kell az arachnofóbia, ne aggódjál. Kamera shake-sekkel, quality-re rakjad. Hogy lehet bekapcsolva a frame generation? A DLSS-nek semmi köze, az van, amit mondtatok. A frame generation miatt nem lehet V-szinket rakni, de a frame generation be sem lehetne kapcsolni 60 Hz-es monitoron, és amíg a patch előtt ezzel nem volt probléma. Custom móddal próbáljam? Milyen custom móddal? Ja, hogy a... Aha! Értelek, kösz. Az lesz az. Nem. Jó ötlet volt, de nem amúgy. Pedig ez egy jó ötlet volt. Ez hogy lehet? Windowed. Ez nagyon fura. Kikapcsolom a DLSS, de a DLSS attól még nem kötelezően generál frame-et, szóval ez nagyon fura. Na jó. Akkor megpróbáljuk így. Szeretem az Early Access játékokat. Most egy szétesik a kép, a hang és minden egyéb, azzal ne törődjetek, majd megoldjuk. Na, legalább lett V-szinkünk, köszönjük szépen. Tök jó, hogy nem lehet DLSS-t használni.
Akkor majd megnézzük a TSR mit csinál, csak az meg szét fogja cseszni az egészen. Megnézzük Kalitin. Jó. Motion blur nem kell. Oké. Okay. Na Lajos, próbáld meg még egyszer. Nem, ez nagyon fura botix, tehát nem, most nem akarok belemenni, mert valószínűleg a legtöbbeteket nem érint, meg nem is érdekel. De hogy DLSS frame generációt anélkül, hogy belenyúlnál, nem tudsz csinálni. Most már értem, hogy miért panaszkodtak a performance-ra, de nem baj. Jó. Még ez se jó neki. Eleve nem tudom, miért nem lehet full screenbe futtatni a játékot, de nem baj. Akkor nézzünk egy lejjebb vett field of view-t. Nézzünk egy balanszot. És nézzünk egy performance felbontást. De megleszünk, Johnny, megleszünk. Na, megtaláltad önmagad? Jó van. Eltűntek a fények. Nagyon furán van ez a játékám megcsinálva. Jó, egyelőre így hagyjuk, aztán majd feljebb veszem. Csak azért a FOV-t kéne. Nem, nem értem, mert a lumen beállításokat sem így kéne, tehát hogy a lumen GI-t, hogyha leveszem, nem kéne neki, nem így kéne működnie, de aha. Érdekes. Jó, egyelőre visszarakom a dolgot performance-ra, mert ezt a játékot, nem balanszra, ezt a játékot nem arra találták ki, hogy én streambe próbáljam meg optimalizálni. Minden esetre érdekes. Egyébként a legtöbbeteknek valószínűleg ezzel nem lesz gondja. Nyilván nálam azért van vele gond, mert nálam az utolsó szálig optimalizálva van minden, hiszen egy PC-ről veszem föl, meg streamelek. És hogyha egy játék nem használja ki rendesen a threadeket a gépen, meg nem használja ki a videókártyát, akkor összeakadnak a szálak, de most így futunk, majd meglátjuk. Köszi a türelmet, srácok. Nincs feliratbeállítás, sajnos. Néztem a stream előtt. How now, fleshling? With a wonder you lost in our nagyon jó hangja van ennek a faunális familiárisnak, vagy ki ez. Halló? Jó irányba megyek? Amúgy nem néz ki rosszul a game, kellemes. Quickly, before those bound fiends sniff out your despair. Ez tényleg egy ilyen faunális familiáris. Beviszel a labirintusba, faun barátom. Shadows abound, yet like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm. Behangos lett. And rebuke death, unlike so many of your kin. Jó van, ne ordibálj már velem. Azt mondja a faun, hogy biztonságba juttat bennünket. Take these bloodstained cards. Play them and let amiable bond be drawn between fae and fleshling. Jó van, már csak ne üvöltözzél velem. Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Azt mondja, lehetünk barátok. Hurry yonder toward portal travel to the. Mennyit beszélsz már? Hát látszik, hogy francia vagy. Na, a lényeg, itt a kapu, ki kell nyitni a kaput, azt megszabadulunk ebből a világból. Azt mondja, biome card. Erdőbe megyünk, oda néz ott a maci. És egy byway card. Ez egy kis világ lesz, ahova elutazzunk. Mehet! Fly, menő! The fiends have caught your despairing stench. Huh. Beraktuk azt... mi a fasz? Nagyon megijedtem. Megjöttek a demonok mögöttem. Meghallották, hogy kipörgettem a három cseresznyét Vegasba. Jézus, Atya úristen.
Jó. Nya. Nagyon szép erdő, ezt ismerjük, szeretjük. Hello. Megint sokat akarsz beszélni? Count thyself among the fortunate few who manage. Nightingale still stands, but earth teeters on the brink. The gift I promised should aid thy cause. A hermetic guidebook and pocket watch with the man-made network sundered. Entrust me to find the trail ford through these byway realms. In the interim, I hear your stomach snarling. Amúgy éhes vagyok. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Oh, under this mask, you wonder, I am Puck. Puck. Jó, azt mondta itt Puck, én nem fogom Pucknak hívni, nekem Puck, hogy ő itt segít nekünk a túlélésben, és hogy kaptunk tőle egy kézikönyvet, amivel itt a túlélés alapjait majd jól megtanulhatjuk. Fun fact, közben írja Agent Lily Carter, Puck amúgy Shakespeare drámájának, a Midsummer Night's Dreamnek az egyik szereplője. Na, köszi szépen. Jobb fölül, a streamer undormányos ábrázata alatt, a main küldetés, bogyókat kell találni. Na, bogyó, ott egy bogyó. Találtam bogyót. Tudsz a bal kezedben tartani itemeket, mint például fákja vagy kaja, az F-fel tudod használni. F. Ettem. Nagyon jó, bal alul a zöld evés betöltődik. Következő küldetés, 6 darab kő, 3 darab bot, meg 5 darab bogyó. Jó, hát mehet a lootolás. Bot kell, kő meg bogyó. Itt vannak a romlott szőlők. Botok, botok. Botok. Nem mindent tudok fölvenni, szóval belezavarodok. Jó, amúgy ennyi bot nem kell. Kell még szőlő. Ott egy szőlő. Ott is szőlő. Jó, és akkor köveket kell még találjak. Halló? Aha. Óvatosan, Lajos, mert itt bebogyózol, aztán problémák lesznek. Aha, ezeket lehet fölvenni, ja. Kavics, kavics. Megvagyunk. Építs tábortüzet. Hát figyelj, én letelepszem ide a tengerpartra. Nekem jó. B. Azt mondja, kraftolás. Tábortűz. Pláce. Oda néz, itt fogjuk nézni a naplementét, szerelmemmel, kicsimmel, plákkal. Jó. Exit. E. Igen, nagyon jó. Tudjátok, mit lehet a tábor tűzni? Melegedni, meg főzni, meglepő, ugye? Jó. Azt mondja. Craft. Perzselt bogyók. Tehát... megtanuljuk a pálinka készítés alapjait. Autofill. Manage fuel. Ja, várjál, kell alá a bot. Aha. Mondjuk ennél lehetett volna kicsit intuitívabb a menü, de itt begyújtjuk a botot. És akkor craft. És ott már mágikusan el is készül a szőlőpálinka. Annak rendje és módja szerint. Collect. Nagyon jó. Oké. A tab az inventoring. Itt vagyok én, ott van Lajos. Ott az ennivaló. Nem az a kő. Hol az ennivaló? Most raktam zsebre. Backpack. Hát engem átvertek itt. Ja, az a kezembe van. F. És megnőtt a max HP-m is. Mert látjátok, ott bal alul pörögnek a buffok. Eddig amúgy eléggé ilyen Valheim... vibe-on van. Abba volt ilyen sok kaja buff, meg egy segítő, csak abba a holló segített nekünk. Jó, hát Jézus faszapák! Nem mondták neked, hogy creepy vagy egy kicsit? Emberfia mögé ide teleportálsz? Mondjad! You've avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, your meal was no summer court banquet. Jó volt a kaján. We must carry forth whilst this byway is aligned with another.
One which should get us closer to necessities we'll both require. The portal stands nearby. Jó. Azt mondta Pák, hogy ez a hely, ez kicsit még ilyen csöves bánatvilág, úgyhogy utazzunk tovább. Hát nagyon nem volt idő beköltözni, hát épp elterveztem, hogy főnevelem itt a családomat, meg a gyerekeimet, de azt mondja, menjek tovább. Hát gondolom ez itt a portál. Sziasztok! Nem? Bambiék nem akarják, hogy itt telepedjek le. Adott ehhez valami buszjegyet? Itt van a Vegasi slot. Aha. Desert. Megyünk a sivatagba. Zsá. Azt most megint jönni fognak a demonok? Most már figyelek. Most nem mertek jönni. Jó. Gyertek velem, laggoljunk át a következő világba. Kaptunk tőle ajándék buszjegyet. Amúgy lehet, hogy valami BKV-s... Na. Desert Byway Realm. Várjál, ott megy fel a... Ott nézd meg, ott mutatja a kinézetemet. Ott írja alul. És akkor beállok az árnyékba, akkor kevésbé vagyok dögös. Milyen rendes tőle? Nem, szívesen megmutatnám, hogy hogy néz ki a játék egyébként, amikor nem kurva rondom. Csak úgy a vicc kedvéért. Mit szólsz? Jé. Ez nagyon-nagyon érdekes. Jó, hát látszik, hogy nem triplás programozók dolgoztak a játékon. Közben figyelem a lódot a gépen, az nagyon fura. Nem baj, jó leszel akkor nekünk így. Ezzel nem újjon. És amúgy, ha most átrakom DLSS-re... Most kikapcsolta a frame generation. Bocs már, hogy szarakodok, csak érdekel. Ja, hát nyilván Early Access játék, egyébként csak trollkodom. Meg ezek a problémák csak engem érintenek, szóval, hogy átlagos gépen csak játszatok vele, akkor nem fog semmi történni az égvilágon. Na, quality. Quality. De megint bekapcsolta a frame generation-t. Aj, de köcsög vagy. Jó, hát akkor ha szemét vagy, akkor szemét vagy. Ha most szemétkedőset akarsz játszani, játsszál szemétkedőset. Érdekes, a Lumen GI az többet számít a játék megjelenésében, mint minden más. Ura. Szerintem most be kell töltenie még a fényeket, nem? Az előbb nem így nézett ki. De lehet, hogy így maradunk. Most meg, mintha eltűnt volna a kontraszt a játékból. Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. Ez ilyen versmondós, ez a fiatal ember. This heat devours spirit and life alike. How be it? Enduring the elements is part of the realm walker's folly. Pleasure sought through vanquish. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, will not last long. Best to test your nesting prowess and avoid exhaustion, while I scour for the next byway. Ej, mi a kő, tyúkanyókend a szobában lak! Ezt anélkül is elmondhattad volna, hogy építsek egy sátrat, bazeg! Jó. Azt mondja, sátor. Kell hozzá 12 darab bot, meg kell hozzá 6 darab levél. Azt honnan szerezzek?
Nagyon jó, és akkor itt már oda kell figyelni, hogy nehogy megperzseljen engemet a napocska. Túl sokáig kimaradunk, akkor annak meg lesz a bőjtje. Nehogy literálisan elégünk. Ezt a szót, ezt tudom, hogy nagyon sokan szeretitek, azért használom előszeretettel. Bot. Jó van, nem kínozlak tovább játék, mert látom, hogy fáj neked, amit csinálok. Ugye a színhőmérséklete mitől változik a játéknak, az majd egy következő generációs kérdés lesz. Jó. Azt mondja... Plant fiberem még nincsen. Na miből van vajon a plant fiber? Az hogy lehet, hogy belútolok itemeket, csak így azt nem írja ki, hogy mi az, amit fölveszek. Én vagyok a hülye, hogy nem látom, hogy mit veszek föl? Így fölveszek dolgokat a földről, de nem írja ki, hogy mi az, amit fölvettem. Ő... De Frodo, hát sétálnak a fák, bazd meg. Halló. Hűt, a ágakat szül a fa. Ez szerintetek harap? Igen, ilyen bocsáska jellegű, de... Nem akarom, hogy rám másszon, hogyha egy mód van rá. Én szerintem nem kell ide már kimenjek, mert itt... Bár ott vannak nagy fák, hát szaladjunk. Halló? Tök hülye vagyok, és sátrat kell lépni. Na, itt meg a C-3PO-k szaladgálnak büntetlenül. Nem tudom, melyik őtök adja azt, amit kellene kapjak ahhoz, hogy építsek egy sátrat, de leszedek mindent. Ez nagyon fura, hogy nem írja, hogy mit lootolsz. Jó, plant fiberem nincsen. Van itt valami zsornál? Tehát Shelter, a szemmel szám, nyugodtan lehet backseat-elni, ha valaki tudja, mi van. Amúgy kellene készítenem kaját is. How to play. Refinement. Van nálam három, de az crude. Nekem meg elvileg nem crude kell, hanem sima. De hogy azt a hármat miből szedtük föl, nem tudom, mert nem írja, hogy mit veszek föl. Lehet, hogy a kicsike növény az, vagy az ott a nem. Az alacsony gizgaz. Hát ez ilyen alacsony gizgaz. Négy. Az megint valami tök más. Alacsony gizgaz. Nem tudom szétütni ezeket a... Mindegy, ne kekeckedjünk. Jó, most van 9. Tent, ez az. Na végre. Itt fogok lakni a robotok mellett. Kiváló. Kész. Ott van. Hát egy igazi bajnok otthona. Jó. Most bemegyek ide, azt egy jól érzem magam. Na, kell építeni ágyat. Ahhoz is kell még gaz. Jaj, de örülök neked, hogy rohadjál meg. Lerakok ide a ház elé egy konyhát. Ez itt egy konyha. És csinálok enni. Mixed plants. Nem tudom, mire jó, ja répaleves. Gyújtsad be a tüzet. Ne rakjál be annyit. Shift. Control. Aha. Úgy. Gyújtsd be. Craft. 250 plusz rezsi, igen. Szerintem azért megy le a HP-m, mert éhes vagyok és fáradt vagyok. Majd mindjárt csinálunk ágyat. Meg mindjárt főzök valamit. Csak minden baja van szerencsétlen karakteremnek. Megégett szerencsétlen a napon, azt már halucinál, az ilyen szara hang is. Csak gazokat kellene találjak a földön. Amúgy ott a portál.
Na, itt az egész mocsarat kiírtam pillanatok alatt, ez az. Amúgy maga az effekt jó, hogy így bekápszizik a karakteréhesem. Na. Edd meg! Az, mi az a gyrosz? Na, nagyon jó. Beütött a gyrosz. Csináljál még. Quantity. Csináljál sokat, mert később is éhesek leszünk. Draft. Ez az. És akkor apukámmal építünk egy ágyat. Full extrás ez a hotelszoba. Nagyon jó. Akkor is kapunk buffot, ha rendesen kipihenjünk magunkat, minél jobban, jobb minőségű az alvásunk, annál több buffot kapunk, jó? Pici pihi. Ja, most éppen pihenek? Kidőlt egy fa? Na, az entek már a saját fáikat írtják. Jó, és akkor bal alul látjátok, most már 75 HP-n van, meg betöltődött a fáradtság. Mármint, hogy a kipihentség. Benyomok még egy ilyen vegán gyroszt. Meg még itt elvileg készülnek, az tök jó. És akkor új feladat. Csinálnom kell fejszét, csákányt, kést, szikkölt, torcsot. Jó. Szóval elvileg kaptam recepteket. Campfire, bedroll. Stickten. Nem, akkor valószínűleg egy crafting állomás kellene. Nem, itt van. Aha. Na, azt mondja. Kés. Ja, hogy ez így instant. Csákány. Sickle. Jó. Na. Vannak túlélő eszközeim. Viet! Hát te hülyék vagytok! Hát tök hülye az összes. Én elviszem amúgy a cuccaitokat, jó? Hát ha már így kivágjátok nekem a fákat, elrakom zsebbe. Na, mire van még szükségem? Craft. Axe. Plant fiber, jó, gazolni kell. Hát itt régen volt egy erdő, aztán jöttek a robotok. Összalútot vittem. Cukik vagytok. Very good. Craft. Nem? Craft. Igen. Fejsze. És fákja. Ahhoz meg kell bot. Bocs, sleepy, jó, boté jöttem. Jó, meg akkor már elviszem, amit kivágtatok, hogyha elbírja a karakterem. Nagyon fura, hogy ezek itt szétlézerezik a fákat. Raft. Torch. Good. Nagyon jó. Igen, igen, igen. Jó. Minden eszköznek különböző sebzés típusa van, azt írta a játék le egyébként. Nekünk meg, hogy egyébként arra való a jóság, hogy farmoljuk vele a nyersanyagokat. Jó. Na, megint Plákkal kell beszélni, aki nem tudjuk, hogy hol van. Plák! Ácső! It slipped my skull that Earth's great citadels resulted from decades. You'll need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for... Well, we shan't ruin the surprise. Sean. Let us depart. De megég az agyam, amíg itt veled beszélek. Még azt akarom megnézni, hogy nagyon világos a játszi. Hogy a brightness... Igen. Gamma kalibrációval kicsit elszaladtunk. Na, még így is ne reggé kiég. Mondjuk ez lehet design döntés, de így egy fokkal jobb. Ez az. Voltvelőr, köszönöm szépen a feliratkozást közben neked. Tig banana!
köszi a Prime-ot, Tomi köszi a 39-et, Ryuza köszi a 7 hónapot, Broki, Robi, 20% cooler, köszönöm szépen, Nike köszi a giftet, Kisgecó, szintén köszönöm szépen a giftet, Meddő Gregory, Chucky, Hodizs, Sumika, Oli, köszönöm szépen srácok mindenkinek. Köszi, köszi, Sanelv, neked is köszönöm. És Take, köszi a 8-at. Na, meg kell találjuk a portált. Hát ott van. Nem tudom, nagyon fura ennek a játéknak a felépítései tutoriál szinten. Oh, most vízes lettem. Ezt mi van? Majd megszáradok a napon. Hogy én értem, hogy az a lényege, hogy itt portálról portálra ugráljunk, de... Legtöbb játéknak a tutoriál része valahogy egy kicsit szimplábban megvan oldva, nem? Ja, a chatre írja a lootolt itemeket. Igen, csak azt én kikapcsoltam a chatet. De ja, valószínűleg akkor a chatnél van a izé, majd mindjárt visszakapcsoljuk. Semmilyen kígyók nem lesznek, Hodizs. Ez kizárt dolog. Most jöttünk, ajaj. Most átjöttünk a mocsárba. Oh! Nem is olyan vészes annyira, nem is a mocsaras, ez tetszik nekem. Hello! If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. The bound guard Fae archways that align with temporal realms. Mm-hmm. As they're already acquainted with your despair, mm-hmm. though while I know man's impulse is to flee, without pluck, you're sure to expire. Once this fen is within our wake, a fine morsel of knowledge I shall bequeath. Ahead lie relics of humanity's future. Jó. Szóval elvileg a következő portált már őrzik ezek a zombi lények, úgyhogy most már lesz majd verekedés. Ha jól értettem. Na, main küldetés, szerezzünk csontokat és bőrt. Oké, tehát most már vadásznom kell. Hát most hiába építettem magamnak az előbb olyan szép házat. Én amúgy ezt mindig utáltam a survival game-ekbe, amikor így ezeket a szarokat így le lehet szedni gombszpemeléssel. Így kiírt oda a fél erdőt, hogy legyen 50 gazod. Jó. Hát akkor valami állatokat kell ma találja, gondolom. Meg gyanúsak azok a tornyok. Ha van ilyen vadászkésem, ott úgy megbököm a Bambit szembe jön, figyeljetek csak oda. Ott a valami patkányraptor támadás! Ott apja! Bám! Aha! Ja, és akkor így ki kell lootolgatni a testiből? Aha, és ott a csontja. Jó, akkor ezeket a raptorokat kell vadászgatni. És akkor jó lesz nekem. Halló? Ott is van egy. Nem tudok csinálni nyilat. Köszönöm szépen, Gibbon. Hát igen, egyelőre talán ehhez túl fiatal. Nem, még nincsen izém. Új dolgot nem kaptunk, receptet. És hogy tudom elrakni a fáklyát a kezemből? Tehát mondjuk én nem akarom a fáklyát. Mondjuk el is dobhatod. Ja, hogy akkor az így meg is szűnik létezni? Ott az mi az 3 FPS-sel, amíg úr... Na jó.
El lehet rakni valahogy a bal kezemből a... Nézzét. A fákját. Ó, a fejsze az két kez... Hűtje! Mi van, Raptor genyó? Ne elizét! Harácsolja, bám! Oké, akkor ezzel a fejszével megyünk. Aha, és a kés csak arra van, hogy kiszedjen belőle az alapanyagot. Oké. Akkor a kés az csak arra van, hogy kibelezzem a tetemeit. De akkor az egyessel kell nagyokat verni. Halló, kicsi raptor! Megjött apu! Ott van! BÁM! Mit kapott amúgy? Amúgy a harc egész jó a játékban. Legalábbis így volt súlya az ütéseknek. Oké. New discoveries. Aha, és akkor most kaptam új receptet. Makeshift kapelet. Ez a kapelet, ez a kapuletekről lett elnevezve amúgy, és ez azt jelenti, hogy ruha. Kapelet. És már ott is van valahol, rajtam van a kapelet. Nincs rajtam a kapelet? Miért csináltam meg a kapelet? Az a 6, az a gear score-om? Aha. De akkor mire jó a kapelet? Na mindegy. Azt mondja, crafting. Healing. Igen, kaják. Ez a gyógyító növény. De nyilván ezt a campfire-nél tudom elkészíteni. De az a feladat, hogy süssek húst, meg csináljak gyógyít. Úgyhogy campfire. Lész. Hát hol legyen most a táborhelyünk, akkor itt lesz. Inventoriba ott volt? Én nem láttam. Ja, ott a kapelet. Aha, és akkor már 10-es szintű ott a poncsómat, nézd meg! Lajos egyből poncsóba vágta magát. Helyes. Igen, srácok, a streamer vakság az egy nagyon komoly betegség, légy szíves, ne vicceljétek el, jó? Eleve évekig tartott, míg a túlméretezett pénis szindrómámat bemertem vallani nektek. Azzal is nagyon nehéz volt együtt élni. Úgyhogy legyetek kérlek ezzel kapcsolatban is megértőek. Begyújtjuk a tüzet. És akkor mehetnek a kraftolások. És akkor csinálunk 3 ilyen gyógynövényt. Meg aztán csinálunk 3 steaket. Oké, okay. És roasted meat. Ja, ehhez még kell hús. Ja, nem van. Craft. Jó. Hát itt a játék elején nem nagyon kell túl erőlködnünk azon, hogy letelepszünk. Gondolom ez még így végig a tutoriál, és akkor majd utána kapunk egy rendes új relmet, és akkor majd ott kell letelepedni rendesen. Úgy. Tír egyes csontokat dob. Na kész van már? Még készül a husi. Ha hosszan nyomom az E-t, akkor lootol mindent. Ó, köszönöm szépen. Ez egy hasznos tipp valóban. Lehet nyugodtan tippezni. Amúgy nem tudom, hogy ezek az állatok amúgy rám támadnak-e, mert nem vártam meg egyszer se, de nagyon ijesztőnek néztek ki. Jó. Akkor ott van a...
hús, meg ott van a gyógypoti is. Acquire Essence Dust. Tök jó, hogy bal oldalt kiírta, hogy hogy kell Essence Dustot szerezni, majd mire oda néztem, eltűnt. Valahogy eszenciát kell szerezzek. Fogalmam se nincs, hogy hogy szerzek eszenciát, mert eltűnt. Azt mondja, Codex. Eszencia. Ki kell húzni az inventoriból bármit? Ja, hogy el kell dobni? Dehogy? Ja, ott van Essence Dust. Aha, tehát a cuccokból lehet extraktolni. Aha. Jó, tehát ez a disenchant gyakorlatilag. Oké, okay, köszi. You can repair items in inventory by selecting the item, van ez a repair. Tudok javítani. Hát mit kéne megjavítani? Itt van. És hogy volt item repaired? Nem extraktálni akarom. Repair all. Yeah. Miért van a splak, hogy te állandóan az ánuszomba spónolsz? Én csak kérdezem. You've stolen life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Now, I've led you about around. Through bog, through bush, through brake, through brush. First you must oblige your inner essence. And choose the landscape that beckons. Ah, oké, okay. Akkor most jön az első rendes világunk. Only thought. Mi legyen? Erdő legyen, sivatag vagy mocsár? Amúgy még az erdő az a békés, meg kellemetes. Bár a mocsár is jó volt, a desert az ocsort. Legyen erdő. The mystery of the halt. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Most verekedés lesz. Jó. Na most már csak azt nem tudom, hol a portál. Ja, bocsánat, költői volt a kérdés. Az a portál ott? Szerintem az. Na akkor most oda megyek, de most jönni fognak majd a gonoszok. Legalábbis azt mondta a pluk. És a pluk sose hazudik. Mondjuk azért kíváncsi lennék, mik ezek a tornyok, de most ha már ez már tutoriál, akkor egyelőre kövessük a tutoriált. Nagyon visítoznak a raptorok. Halló, Mr. Poltál. Szeretnék áthatolni egy új világba. Aha. Open Realm. Forestet kaptunk. És akkor ez már ilyen tízes szintű kártya, nem ilyen sima tutoriál kártya. Open. Ne üldözzél, mert rád verek, te! Raptor patkány! És akkor most jönni fognak a zombik? Open. Most nem támadtok hátba, szemetek! Hűtje! Hát be most meg a másik oldalról jöttök, mi? Bám! Hát ezek ilyen goblinok! Nyugi! Kapja! Bám! A folyton át csesznek a palánkon. Kész vagy már? Mennyi ideig készül egy portál? Az a receptkönyve nem volt leírva? Aha, még jönnek. Na gyertek. Majd mellé ütök picit, de nem baj. Nagyon összetett harc mondjuk nincsen, mert így néha mellém ugrálnak. Azt meg ráverek egy nagyot. Van stamina nyilván, azt látjátok. Bám!
Jéj, kész a portál. Jó, hát több lootot így nem látom, hogy adtak. Na jó, akkor gyanítom, hogy ez a tutoriálnak a vége. Realmwalker, your path forward is winding and full of terrors. Jöjj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 
rebuild all that has been lost. Az, hogy nem olvastátok el az Elden Ring trailer alá írt leírást, és most meglepődtetek, hogy 30 perces a visszaszámláló, az már a ti hibátok. De mondták, hogy 4-kor jön ki a trailer előtte, csak visszaszámlálás lesz. Tö-dö-döm! Jéj! Ah, de szép! Erdőke! Te már megint itt vagy? Meg lehet támadni plákkot? Nem. Ah, we made it. This realm has long been forgotten by the Fae. Left in limbo, but beware. In short time, darkness will descend. And with it, Stygian peril. While you play carpenter, there are nooks in these surrounding wilds I must scrub for the knowledge I pledge. Aha. És akkor innentől lehet partizni. Tehát innen lehet multizni, és akkor ez az első úgymond normális világunk. És akkor itt kell házat építeni. Build Estate Cairn. Jó. Na akkor itt most már indulhat a gyűjtögetés. Gomba. Innen indul a játék igazából. Fölveszek mindent, abból még baj nem volt. Virágnövényfa, virágfa, virágnövényfa. Bogyó. Na. Hát ott vannak ilyen lebegő házak. Mert miért ne? Anyád! Támadó! Támadó kóbor! Áó! Papja! Ott a család! Édes Istenem, hát ez egy veszélyes vidék! Rossz kutya! Hőte! Visszamenjék, kutyám majom! Bám! Na, csita, üljél le! Áó! Áó! Na, fekszel, borulsz. Jó, és itt feldolgozzuk csitáékat. Ők a csita majom, de mindegy. Azt mondtátok, hosszan ne! Reméljük, hogy fölvett mindent. Nem tartott sokáig. Elkezdtünk megvadulni. Jííííí! Szép tópart. Házak. Annyira tetszik ez az új realm a játéknak, hogy megint elkezdte dobálni a frémeket. Nagyot megy. Pedig ez itt tetszik nekem. Mondjuk az, hogy itt farkasok laknak a szomszédomban, az nem biztos, hogy jó, de... Megérte a Forest, igen. Jó választás volt. Add ide az ingyen lelket. Az a jó, hogy felbontásra lehet állítani a játékba. Tehát, hogyha még úgy volnék vele, hogy mondjuk átrakom akkor 1440p-re és nem szenvedek a 4K-val, még akkor se lehet. Very good. Very good video game. Na így. Így is ugyanolyan szar. Yay! Na jó. Akkor építsünk házat.
Azt mondja, estate. Kell hozzá kő, meg stone block. Akkor kőből építünk házat. De nekem elég lenne egy ilyen kis campfire. Estate. Stone block. Jó, hát akkor gyanítom, valamiből ki kell üssem a követ. Ha nem. Most miből ütöm ki? Aha. Survival logikám kikezdhetetlen. Úgy. Very good. Arci, köszi a 48 hónapot, gratula hozzá. Köszönöm szépen. Faberko, Darkmind, Take. Köszi, köszi. Hú, de elkezdett nyögni a karakterünk. Kicsit túlsúlyos lett. Jó. És sima kő is kell, 20 darab. Hát várjál. Mindjárt elkezdek élni. Ja, sima kő kövem sincsen. Ó, de jó vagy. Drop. Ott marad a földön? Kellenének kavicsok. Nem bírja el a sok húst. Jaj, de nehéz az élet, vonszód magad, Lajos! Estate. Ez mi ez a központi fűtés? Rakd oda. Creature suppress. Aha. Reduces aggressive creatures nearby. Jó. Ott a központi fűtés. Hello, Plak, beköltöznél, mi? Your tenacity overrules the gusts of fate. Az a boiler. And this fay you have pleased. Settled here, you'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often succumbs to. Fortunately, both are close at hand. And here is the knowledge that Robin's friendship affords. Across this realm lie sites of power, sealed by your kin. There are many sites, each granting access to ever more distance. You must first gain entry. Passing through a staircase bar access to those unworthy. But I see that once within. Hurry now, fleshling, and prepare. Jó, azt mondta Pluk, hogy el kell majd menjek a dungeonbe, és akkor ott majd ki kell oktrojálni a jó dolgokat. Föl kell fejlesszem magam 20-as gearscore-ra, és utána bemehetek a dungeonbe. Köszi, köszi! Na. Kaptam recepteket. Ami tök jó. Aha! Abban a pillanatban a házépítő Júdásén leszek. Roof. Foundation. Aha. Hát. Úgy. 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 Jó van. Hát tudjátok, a szokásos Nessali féle kádárkocka megkezdi működését. Hú. Jó. Kellenek még logok. Ez, ami kezembe van... Melyik a fejsze? Ez ugye? Nem. Nem. Ez. Vágja a fát! Nyomod! Dől a fa! Nem akarok túl szigorú lenni a játékkal, de azért a Forest ezt már megoldott a pár évvel korábban jobban. Ott maradt a tönk. Ne nőjjé vissza.
Jó, hát ő nem akarja az igazat. Parasz gyerekén belépek a streambe, mi az első, amit hallok, melyik a fejsze? Jó van már! Kicsit adok a természetnek. Jó. Eddig ebben a játékban a kedvencem a nyögés. Az nagyon tetszik. Ez az. Készen van a talaj. Azt mondja, bejárat. Bejáratot építek fából. Ő az. Nem azért mondom, de ez így szellős lesz picit, nem? Doorframe. Hát pedig ez az, ami kell nekem. Fall. Crude window. Igen. 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 Hát nem ígyen legyél, érted, mit tudom én. Jó. Azt mondja fal. Hát ez ott egy fal. Meg az is. Meg az is. Meg az is. Igen. Auto add resource. Hogy ennyi, csak ki vagyok fogyva. Na, hát akkor survival játékok. Legjobbika következik. Gyűjtjé ágat, botot, anyám kínját. Hú, ez egy nagy fa, ad ide. Nem is hasonlít a pelvördös házamra. A Nessali féle kádár kocka minden játékban megtalálja a saját egyedi. Az nagy lesz. Várjál már, Neon! Hát nem volt csattanás! Ahol a loot? Most ez volt benne a loot? Hú, te! Nagyon nagy szüksége van a világnak az Elden Ring DLC-re, azért azt beláthatjuk, nem? Azaz. Ha? Jó. Még botok kellenek. Abból kapok botot, hogyha kivágom a nagyfát? Lassan kéne főzni, mert már éhes a kollega. Azt mondja. Campfire. Na majd itt kint főzünk. Úgy. Uál. Égessé fűvel. Úgy. Süljön a hús! Ja, de úgy van nálam hús. Csak 8. Miért van minden kaja levélbe tekerve? Megehettem a gombát önmagába? De agyon gombáztam magam, nagyon jó. Ez az. Lát, nem hívott meg senki, menj már ki innen, mi van? How far you've come, and yet how little you possess. Is it an ascetic purity that keeps thee bound across these wilds? Your kind have proliferated with haste. Jó, van, nem kell nekem a trader. And more than willing to avail amidst your ever-growing need. Vannak traderek. Köszi.
Még mindig bot kell. Halló? Valakiné van bot? Kösz. Még esetleg bot? Bot? Halló? Das bot? Köszönöm. Van valami értelme, hogyha sziköllel vágom ki a növényzetet? Lehet, hogy több lootot kapok. Összekapírgattuk a gajakat. Kiváló! Challenge complete! Várjál, még be kell rakni az ajtót is. Door. Ez milyen, hogy ajtó nélkül adják a házat egyébként? Na mindegy. Igen. És akkor tető. Tető. De csak de flat tető? De mély flat tető van? Flak. Nem hívott senki. Menjél innen. Hallom, hogy itt izé chillingez, bazzeg, mint fingiling a fűbe. De nincsen izé tető. Halló. Inkább lerakok egy ágyat. Itt fogok aludni magányosan az ablak alatt. Amúgy így jobban szellőzik. Upper floor, flat roof. Hát öcsém. Erre futotta. A Nessali kocka, az valóban egy Nessali kocka lesz. De hát Istenem. Jó, kellenének még botok. Én is arra gondoltam, hogy nem kell tető, nem kell ajtó, mert kevésbé lenne lábszag, de... Hosszú távon rosszabbul járunk. Inkább legyen büdös, de meleg. Hát, ha beköszönt a tél, vagy valami. Imádom ezekbe a játékokba, hogy megyek körbe-körbe, nézem a földet, mint egy hülye. A szedem a botokat. Kell az ajtó is, meg különben bemásznak mellém a farkasok, aztán... Köszönöm. Aztán lesz ott buli. Na, van ajtó. Úgy érzitek, az a probléma az ajtóval, hogy befelé nyílik? Akkor várjatok, akkor mutatom még egyszer! Most nem laggol a játék, csak hogy ebből félreértés ne legyen. Jaj, mindegy, én vagyok a szigorú. Az, amelyik azt a tetőelemet így rakta be fordítva, annak egy külön bugyor van a pokolba fönntartva. Na, van ágyam. Oké. Okay. Training station. Simple workbench. Na, ez kell nekem. Kraftolós asztal.
kraftolós asztalt, és ide kell rakni az ablak alája, hogy inspiráljon minket a friss levegő. Belelóg a textúrába? Hát nem baj, ez egy ilyen polc egy picit. Move. Viszont lehet mozgatni a dolgokat, csak hogy ne csak itt izé kritizáljak meg minden, ez tök jó. Így. Törödöm, 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 dendödöm, dendödöm, törödöm, törödöm. Ah, esik az eső. Egy kis változatosság. Meg van, ami droppolja a frémeket tovább. Ja, csak hogy egyértelmű legyen a nem hunglisul beszélő kollégáknak, a frame drop az azt jelenti, hogy akad a játék. Ott egy kutyus. How to play that? Tehát, hogy hogy tudsz vízeset játszani. Hűha. Jó, mondjuk. Egy évben itt vagyok veletek 250-300 napot. Néha azért is kell elköltsem a pénzem videójátékokra, hogy ti ne tegyétek meg. Tudjátok, mi hiányzik nagyon? Ugye, hogy ízlik? Látom, hogy rád szoktatok, és úgy szívjátok fel, mint a tápoldatot. Nesze neked, ember! Mondjuk azt elfelejtettem, hogyha a játék lagol, akkor a reklám is lagolni fog, de most ez lényegtelen. Jó, néha kell a diavetítés is. Ez egy feladvány. Írjátok be a chatre, hogy szerintetek ez vajon milyen reklám volt. Nyilván jó helyre kell építeni a dolgokat, különben negatív hatásuk van. Ez itt tök jó helyre építettem ezt a workbench-et. Édes Istenem, most leraktam a workbench-et, és most mindenből tudok csinálni egy másikat. Viszont tudok csinálni íjat. Az már egy előrelépés. Oké. Na mi van még? Tanning Station. Én ez nem tudom, ez itt mit csinál. De van mellette vödör. Tehát szerintem ez egy ruhaszárító. Kirakom ide. Úgy, na itt lehet szárítani a ruhát. Különösen esőbe lehet jó szárítani, de... Ne kötözködjetek mindennel. Ott már szárítok is mindent, oda néz. Egyszerre egy dolgot lehet szárítani, vagy hány dolgot tud? Nézd, ott hogy kifeszíti a bőröt. És a tűz mellett az illata is jó lesz, így van. Te adsz ki ilyen hangot magadból, jó? Oké. Okay. Le magnifique, le fantastique. Jó, mi van még? Ezek már voltak, ezt megcsináltuk. Estate, resting storage. Na. Kell egy zsák a fejem mögé. Land fiber. Remek. Zákosz. Reméljük ez adott. Ez az. Na, oda jó, be tudom pakolni ezt a sok levelet. Oké, akkor mindent leraktunk, ami van, és akkor majd a workbench-en kell megcsinálni itt a fejlesztéseket. Ez az. Na, kész a tető, kész a ház, minden szép. Van ágy, van bag. Na várja, mi nem kell nekem? Igazából tegyébe mindent. Lehet inventory-ból craftolni? Nem vagyok benne biztos. Meglátjuk. Na, és akkor ugye a gearscore-unkat kell növelni. Tehát gyakorlatilag climbing pick. Ezzel mászni lehet? Nem lehet. Nagyon jó. De a simple hunting knife-on van? Min van?
Nem, még shiftem van. Jó, hát akkor mindenből le kell craftoljunk egy újat. Ahhoz kell kötél. És hogy csinálok kötelet? Rockmarble. Mining pick. Climbing pick. Jó, hát igazából fa kell, meg kő. Szóval akkor kimegyünk, azt szedünk. Hová lett az OCD-m train? Meghalt az elmúlt egy órában. Jó, azt nem. Ezt? Ja, a szárítónál volt. Oké, és tényleg a szárítónál is meg kell nézzem még, hogy mik vannak. Köszi, köszi. Jó. Itt ezeket szétütöm, ne kelljen többször fordulni. Jó. Azt mondja, hogy szárító. Igen. Aha, straps. Ez kell nekünk, és ez hide-ból kell. Ahhoz meg ugye ölnünk kell. Hogy le kell nyúzzuk a farkasokat. Igen, tudom, hogy itt nyöszöröksz. A magokat elteheted. Azt is. A virágot is. Hide, az van. Plant fiber, rocks. Mindig sok minden van nálam. Stone blokkokat tedd be. Úgy. Azt mondja, hogy... straps! Nyomod. És akkor kell... stone block. És akkor egy új... kés. Ezt nem kell kivennem? Nem, ezt egyből berakta ide az inventorimba. Aha, és ez már 20 gearscore-t ad, tehát mindenből meg kell ezt csinálni. Jó. Akkor mining pick. Igen. Ez se kell. Jó. Kell a fejsze, meg a szika, ha van. Igen, szika, meg woodex. Érdekes ez, hogy egyből már kell egy új fejlesztési szintre lépni, és mindenből kell egy újat csinálni. Kicsit így korainak érzem, de biztos meg lesz az oka. Mindenképp csinálok egy ilyen slingbót. Megnézzük, hogy milyen. Jó. Megcsináljuk a fejszét is. Igen. Úgy. Már 13-as a gear score-om. Jó, hát a szika... még azt, azt sem tudom, hogy mire használom a szikét igazából, mert kézzel leszedem, amit a szikével ledarálunk. Még a climbing pick van. Meg tudunk csinálni golyócskákat. De hogy az mire jó, azt még nem értem. Ja, itt a szikől is jó, legyen az is. Jó.
zsír. Na, akkor mindenben megcsináltuk a jobbat. Boldogság. És honnan szerzek kötényt ebbe a kiváló cipőfűzővel összerakott crossbowba? Az már egy másik kérdés. Vagy a rokmárbölt lövi ki? Vagy a simának a mit lő ki? Az a töltény a rokmárből. Édes Istenem, hát most üveggolyókat fogunk dobálni. Ó, te jó fiú. Jó van, a szándék a lényeg. Fú, én is ezt mondom, hogy fú. Rokmárbel. Csinál, Johnny. Jó, hogy nem már izé üveggolyózni fogunk a farkasokkal. Oda néz, hogy kopácsol a szellem a padon. Igen, tulajdonképpen ez egy csúzli. Szépen meg is van húzva ott a... izé középen a hely a kis golyónak. Nem, tulajdonképpen ez nem egy csúzli, tulajdonképpen ez egy... ez egy AK-1-es. Tehát egy 46-tal a megfelelő generáció előtti, de... én addig lefeküdnék aludni. Amúgy is fáradt a karakterem. De az, hogy a pihenés animáció az, az, hogy odaállok és föltölti a izémet, az... az priceless. Komolyan. Igen, ez volt a pihenés. Ez már az. Igen, a játék alapötlete az nagyon tetszik, ez a portálozás, meg hogy relmeket ugrálsz, és akkor különböző kártyákkal így módosítod, hogy, hogy milyen lesz a következő zónád, az, az nagyon tetszik, csak minden más szar, de... Na, bocsánat. Jó. Erre van nálam kaja, úgyhogy nem kell begyújtani. Pusi. Ez az. Egyé áfonyát is. Igen, meg egyé gombát is. Jó. És akkor most egy trédert kell keressek? Kérdezném az avid rajongókat, vagy Martin. Tehát most igazából mindent megcsináltunk. Mindent lecraftoltam. Hogyan tovább? Azt mondta a pluk, hogy vannak tréderek. Mapon mutassa. Aha. Hát ott a portált mutatja. Wilhelm Essence. Mi olyan messzire kell menjek ott a Vilmához? Na jó. Hát akkor megyünk Vilmához. Útközben majd, ami szembe jön, azt lelövöm. Mik ezek a misztikus sárkány hangok, te atya úristen? Vilma! Ezek a házak, ezek a Rustból jöttek? Vagy... mik ezek a... sokadik generációs Stonehenge-ek? Ó, amúgy elég gyorsan haladok. Ez így... lerajzolva nagyobbnak tűnt a térkép. De nem vészes. És a vicc, hogy minden influencer úgy reklámozta a gémet, hogy ez lesz a következő nagy survival game. Jó, mert most egyébként lehet az, most azért, mert nekem nem tetszik eddig, attól még lehet jó. Ez a lore. Itt Vincentet nem lehet fölkelteni a koporsóból? Nem. Jó van, elvileg irányba vagyunk. Jó napot! Nagyon szép. Ez a hely itten. Ez lesz a dungeon, ahova mennem kell. Anyád! Jó.
Lehet, hogy ide kell a 20-as gírszkor. Mi ez a kombat muzsika? Ne ijesztegessél, légy szíves. Bár szerintem inkább az a nagy templom lesz az. Ne, vagy ez a Site of Power, ez lesz az, ami itt van, igen. Na, milyen kellemes. Ez az. Ha ön vízik így jó, akkor menjen el. Én most átkelek. Van fall damage, valamit kiír, amikor zuhan, szerintem az az. Csak azt is ilyen státusz effekttel írja. Nagyon sok minden így nincs a világban, vagy így persze nem tudom mire számít, csak egy survival game-be, de hogy nem tudom. Fecskék, kakasok. Csőlakó. Szevasz, sasmadár! Na, jó a game, acsi. Ott, Bambi! Várjál, dead! Ott az a heady volt. Mondjuk meg nem hal, de 80-at belebúboltam a fejébe valamelyiknek. Na, mondjuk le se szarták, de... Ott van! Bám! Hát legalább lőni tudok ebbe a gamebe. Várjál, megkéselem. Blaha. Ez is tír egyes. Nem baj, elvittük a húsát. Aha. Oh to play. Aha, ide kell majd behatolgatni. És akkor itt vannak. Jó napot, csókolom, Vilma. Ja, hogy Vilma ilyen némán szereti, nem baj. Meg kell beszélni, srácok, azokat a nőket, akik bölcsen tudnak hallgatni. Mármint nyugi. Igen, új vagyok erre felé. Én itt. Aha, ez egy újságíró nő. Na, ilyenkor kezdjetek el szaladni messzire. Na, én a material szerelős, szerintem a kamerát, here come for fine. Jó. Jó, hát ővele lehet így beszélgetni. Na, Essence Trader. Jó napot kívánok. Aha. Aha. Fishing rod. Na, az kell nekem. És van nála esernyő is. Kártyát is lehet tőle vételezni. Fények. Épület. Crafting. De nekem még csak 38 ilyen izém van. Sewing benchet kell venni. Az. 55-é adod? Nem már testvérednek adjál már egy kis kedvezményt. Essence Dustot kéne szerezzek, mi? Az hol áll? 40. Eladom a húsot. De most itt komolyan itt össze kell kóduljam a dolgokat. 56, tessék. Ha-ha-ha-ha! Kuki, kuki, kukika! De én meg akarom kapni a pecabotot is, ahhoz még kell ilyen 30 ondóválladékot kell szerezni, 30-en. Jó. Most ez egy kicsit fura, de az az én karakterem, meg az árus. Jézus fa... Hello!
Group activity, segíteni kell. Na, mehet! Ez már az. Megy. Ja, neke, ja, resource-ok kellenek neki. Csórognak nincsen hol aludni. Ja, és akkor nekem kell idehozni nekik az alapanyagot? Hogy ne legyenek csőlakók. Aha. Igen, az bennem is felmerült, hogy a fejére írta-e a karakternek, hogy empty vagy. Mi kellett nekik? Kő kellett nekik. Idáig nem tudtak elsétálni. Nem csodálom, hogy ilyen világtalan fejűnek nézett ki az összes. Úgy. Az tök jó, hogy amúgy az is egy jó ötlet, hogy vannak ilyen questek, hogy segíts az NPC-knek a világban. És akkor ezek ilyen mellékes építő küldetések. Igen. És akkor kapok lootot. A 24 darab ondó váladékot kapunk. Tök jó. Ez az. És akkor van 25, és akkor már nem kell sokkal. Extraktáljál nekem? 30, és akkor meg tudom venni a pecabotot is. Ez az. Zsír. És akkor nálad meg melyik a küldetés? Igen, te itt mondod a magadét. Igen, segítségre van szükségetek. Jó. Ez is ilyen mellékküldetés. Jó. És akkor még pletykákat is mond. A little bit... Aha. Jó. És akkor itt lehet infókat is kapni, hogy hol vannak még emberek a világban. Jó. Azt mondta, amúgy védelemre is szükségük van, de most nem triggerelt questet. Oké. Okay. Na, és akkor szereztünk. Meglett az asztal. A swing bench. És akkor majd csinálunk pecabotot is. És akkor most van egy gyors utazás haza. De amúgy a recruitable. Úgy fel tudom venni? Gyere már hozzám lakni. For hire. Recruit. És most ez a faszarcú fog... Már bocsánat. Ő fog jönni velem? Aha. És akkor ilyen málhás lónak meg lehet tenni. Na gyere utánam, Johnny. Azaz. Karcsi, te vagy az? De most ő jönni fog velem? És ezt a kislányt nem lehet? Őnek is lenne még feladat. Nem vele, csak beszélgetni lehet. Jó, hát nem olyan, mint ez a fiú. Jó. Hát, na, akkor itt is szereztünk barátokat. Oké, haza tudok-e portolni? Travel to respite will travel to here from any realm. Jó, de nem, az egy ilyen hazamenő. Nincs gyors utazás, Martin. Még. Ufi nyúl egészség. DVDR, köszönöm szépen a 16 hónapod. Jó, hát akkor séta haza. Azt nézem, hogy hallom a vihart, csak nem látom. Az ott mi az a lezuhant repülőgép? Na, végre érdekes dolgok a világban. Ja, ez egy olyan... Mi ez ez? Láda.
Közben a karakterem szalad. Healing poti. Charm. És egy kártya. Ha van így gyors utazás. Új! És még tiszta vízes is vagyok. Nem kraftoltam esőkabátot. Ez a legszomorúbb az egészben. Jössz utánam, Karesz? Egyszerű nem is elég lett volna. Azaz, te állat, te! Hát még a környezetét is szétverte. Aja, Karesz! Várja, megjött a család! Nyomod! Ügye! Ez szarok az animációja. Karcsi, üsd már le! Ez az. De milyen csöndbe mögénk lopakodtak a kutyák? Ezek ilyen e-kutyák voltak. Na jó. Szeressük a bunyó időt is tulajdonképpen. Miért nem teszünk nyilat az íjpuskába? Mert ez nem egy íjpuska, kérlek szépen, ez egy golyóvetőke. Jó? Ne keverjük össze a golyóvetőkémet egy holmi szerencsétlen nyílpuskával. Jó? Ez egy golyóvetőke. Egy íjcsúzli. Na, egy sírhely. Fölvettem valami, egy 60 kilós ingotot fölvettünk. Mit csinálsz, te hülye? Mit csinálsz? Most ezt még kellett? Most az ott útban volt? Magára döntötte, igen, megsérült egyébként. Lore. Az amúgy tök jó, hogy vannak ilyen lore kártyák. Aki így szeretne beleinvestálódni a világba. Mondjuk, hogy ezek a panellakás maradványok mik. Ezt ki tudom ütni? Ez ilyen vas jellegűnek tűnik, aha. Ez már ilyen ető. És akkor most majd Karesznak is kell csináljak új felszerelést? Hogy ő is tudjon követ ütlegelni? Hű, te, a poligonok azok csak úgy szárnyalnak. Karesz! Vagy Tomikám? Teodor! Mit ártottak neked a fák? Mondd már el, az Isten áldjon meg! Jégeső esik? Azért nyűszít a karakterem? Kajak! Sebzi a jégeső a karakteremen. Hát,
Nem csináltam még esernyőt, sajnálom. Karesz, gyere, mert elver minket a jég! Nem csak a termésnek lesz annyi, hanem nekünk is. Home sweet home, 16 HP. Ez az. Not even close. Gyere, kerülj beljebb! Jó, csak ne vágd ki a házamat, jó? Sebzett minket a kör a Battle Royale arénában. Na jó. Azt mondja... Sewing bench. Esztet készítettük apukámmal. Hát nem egy nagy asztal, mondjuk. Jó. Kell fiber meg wood. Na, ott a fibert azt gondolom, mit feszítem kint. Animal fibre. Atófil. Kiszedjük az inakat a húsból. Jó. És akkor kell még fa. Mhm. Mhm. Én átpakolom ezeket a dolgokat. Karesz, kivágtál 8 fát, és egy darab fa nincsen nálad? De komolyan? Egy büdös darab fa nincs nálad? 3 darab kő van az inventoridba? Zseni vagy, komolyan mondom. Egy meg nem értett sztár. A fanyűvők gyöngye. Egy fát összeszedne. Jó, megvannak a fák, srácok. És akkor még a fibréhez kell hús. Bár lehet, hogy nem az animal fiberre gondol. De, arra, jó. Karesz, állatokat kell ölni. Menni fog? Hogy érzed? Nem bírom, bazzeg. Ja, Istenem.
De jó, hogy megyünk hónap inni. Aj, édes Istenem, mármint bocsánat, ez nem megoldás, semmi. És most már rám is rám dönti. Ja, Istenem. Állatok! Állatok! Ott a cicik, a tatasz. Ah. Ezt nem látta senki. Ellövöm, nyugi! Utána, gyere Karesz! Most azért ne játszunk már versenyfutósat, jó? Az anyád. Állj már meg! Állj már meg! Visszajön, nyugi, visszafordul, Stockholm szindróma. Jó, hát nem viszel odáig. Ez is sokáig fog tartani. Jó, megpróbálunk közelebb merészkedni valahogy. Álljatok már meg! Karesz, gyere már! Az hogy? Állj meg! Bám! Ez az. Ez az igazi. Na. Millibe jobb vagyok. De amúgy vannak Twitch droppok, hogyha így úgy vagytok vele, hogy ott egy nyuszi. Vagy az mi a kis Bambi? Meg itt ilyen mindenféle ércek is vannak. Gondolom ahhoz majd még fejlettebb cucc kell. Nem. Ilyen kis grill csirkék esnek ki belőle, mondjuk. Nem fogta állatot, gondolom, Karesz, mi? Nem baj. Csirályokat le lehet lőni? Így biztosan nem. Nem tudom, hogy beugrott-e a vízbe itt mindenki, vagy mi van. Már azt sem tudom, velem mi van, mászunk. De fölfele másszunk, ne lefelé, az fontos. Na. Ez az. Azért ez annyira nem meredek, jó? Ez az. Jó, hát itt már lehetnek problémák. Hűha. Én gondoltam, hogy ebben a játékban ez megoldás lesz, hogy én is fel akarok mászni a sziklán. Ez az. Tulajdonképp visszajutottam, nézzük a jobbik oldalát. Craft. Fiber. Már szereztem egyet. De az előbb még itt anyáztak a közelembe a farkasok. Akkor már összeszedem, amit a hülye gyerek kivágott. Legalább fám legyen. Na, bepakolok az inventoriba. Állatok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet az én Kareszám. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út,
amin járok. Egyszer... Kutyus! Bám! Bám! Eldőtt, mint a büdös bogár. Megtaláltuk a farkas család buvó helyét. Zsír. Kommentálom az eseményeket. Szereztem 4 húst. Az talán egyébként elég lesz. Nem tudom ide csalni őket. Jó, azokat még öljük meg. Nem áll, hogy nem ment el odáig. Na, ez az. Dav! Agro! Nyomod, kereszt, nyomod! Nyomod, azaz, nyomod! Anya, megőrült a csávó! Mit ment kereszt? Őrült. Úgy elkezdett hadonászni. Pillanatok alatt ő lett a Darth Maul. Ügyes. Látjátok, fejlődik ő. Lassan, de biztosan. És mindig van a közelben fa. Hogyha esetleg szükség lenne rá. Köszönöm, Zsotya papa, az 5 hónapot, szevasz. Molok, neked is köszi a 32. Hui! Ez egy fa, ez egy fa. Ez egy fa. Na! Craft, fiber. Most pereghetsz. Itt nem kell semmi. Eszünk egy húst. Meg még egyet. Ez az. Meg egy áfonyát. Jó. Még 10 darab fiber kell. Ó, te jó fiú, hát bazd meg, az egész erdőt ki kell írtanom. Nem tudom, miért gondoltam, hogy 5 elég lesz. Hát ez elég sokáig fog tartani. Hány farkas családot kell ki? Inkább csinálok egy pecabotot. Ahhoz is kell 2 fiber, bone meg wood. Jó, 2 animal fiber. Az mindjárt megvan. Igen, hát elég grindolós a játék. Ugye ez mindig egy nehéz kérdés, hogy hogy balanszolod ki ezeket a játékokat, amiket lehet csapatba játszani. Sok emberrel is. Meg lehet egyedül is. Hát ezt valószínűleg nem szólóra találták ki ezt a játékot. Zsotya papa, nagyon köszi az 1000-es sírt is, és fene gyerek, köszönöm a 4 hónapot. Na, fishing rod. Ó,
ott a pecabot 20-as gírszkorral abban a szent pillanatban. Ez az. Na gyere, Karesz! Megyünk pecázni! Történjen valami jó is. Áó! Kicsit kitört a lábam, de... Horgászba lesett, belefér. Na, azt mivel fogok pecázni, és hogy? Ez az. Ott tekerem. Elijeszted a halakat. Na még egyszer. Nagyon nem kellett sok mindent csinálni, nyomva tartani a bal klikket. Figyelj már, Karesz! De ha én adok neked pecabotot, nem tudsz pecázni? Nyomjál már egy pecát! Nem azt nézem, hogy ami a kezébe van. Equippeld be. Equip. Ott van! Hát mondjuk pont úgy fogod, mint amikor az első szerelmemnek a kezébe adtam a kilincset, de... Mondjuk őt legalább szerettem veled ellentétben, Theodor. Na? Úgy nézel ki, mint valami hülye gyerek a tengerparton, bazd meg, amelyik kincset keres az elektromos detektorával. Na jó. Hát ez a mai, ez egy experience volt, Theodor. Ezt ma így, te és én, ezt így megéltük közösen. Mondjuk kilométer hiányod nem lesz, és van egy szép nagy botod. Igen, a vizet már megtalálta. Lehet, hogy ez egy új horgászási technika. De nem. Részemről kiestél. Nincs meg a négy igen. Are you winning, Theodor? Are you winning, son? I don't even. Na jó, hölgyeim és uraim, kedves pingvinek, ez volt a Nightingale nevezetű videójáték. Jó az ötlet, ez a portálon át ugrálós, realm kreálós. Látszik, hogy ez nem egy emberre van tervezve igazából. Hogyha így az ember haladni akar a progresszel, mert ugye 2 óra alatt, vagy 3 óra alatt, annyira 2 óra alatt annyi volt a progressz, hogy megtanultunk craftolni, és az egyes csákányból 2-eset csináltunk. De a fene tudja, amúgy nem akarok szemét lenni, nézzetek majd review-kat róla, mert most jó, itt szarakodtam az első 3 órában, de amúgy lehet, hogy utána beindul, de hogy így nagyon nem tudtunk meg semmit a játékról. Tehát igazából egy dolog derült ki, hogy ennyi idő alatt erről a játékról nem tudunk meg sokat. Amit megtudtunk, az hát nem annyira tetszett, így minőségében, de early access, korai hozzáférésű, ki tudja, kipofozzák-e 1.0-ra. Alapvetően én szeretem a survival játékokat, ezt lehet rólam tudni. Ez így egy kicsit így
nem látom, hogy kicsit 10 évvel ezelőtti nekem a stíló. Egy dolog biztos, ez egy videójáték volt. Tehát, hogy ezt így meghazudtolni tulajdonképpen nem lehet, ez egyértelműen egy videójáték volt. Nem volt meg köztünk a kémia, kicsit szögletes a dolog, hát ha valakinek, nézzétek majd esetleg a streamereket, akik több időt fektetnek bele, lehet, hogy tök jó élmény csapatban, mert lehet, hogy teljesen más, egy csomó játék van, ami csapatban jobb, viccesebb, így együtt haverokkal. Én nem ajánlanám ezek alapján senkinek, de hát attól függetlenül, kinek a paplan, ugye. Srácok, köszönöm szépen mindenkinek a velem tartást mára. Holnap nem vagyok, úgyhogy holnap mindenki Nessai-mentes felüdüléssel töltheti a napját. Pénteken viszont jövök délután, és hatalmas közös honfoglalózást tartunk. Aztán jön a jövő hét, ahol egy csomó új játékot meg fogunk nézni, a csomó enyhe költői túlzás, de a lényeg, hogy jövő héten végre elkezdjük a Final Fantasy 7 Rebirth-öt, és azt viszont borzasztóan fogom élvezni, és reméljük, hogy a rajongásom majd titeket is beránt, és ti is nagyon fogjátok élvezni. Addig is, mai napra jó pihenést mindannyiótoknak, kerül ma még ki Gaming VOD, a tegnapi Pelvördöt vissza tudjátok nézni hamarosan, úgyhogy ha más nem, akkor ott ki lehet élni a Survival elvonásokat. Legyen szép estétek, srácok, tényleg nagyon köszi, hogy itt voltatok. Szevasztok! Pa-pa!